reggeli személy. Soproni Tamás, a Budapesti 6. kerület Terézváros polgármestere van itt velünk régi és új polgármestere, hiszen október 1-től is továbbra is ön lesz a polgármester. És nem csak az Airbnb népszavazásról szeretném kérdezni, minek talán tegnap délután lett meg az eredménye, de fővárosi ügyekről, olimpiáról, közlekedésről, zöldítésről, hogy mennyi esélye van mondjuk egy ilyen belváros és jó alaposan beépített kerületbe, kicsit, kerületben kicsit normálisabb viszonyokat teremteni zöld felület tekintetében, mint például a te Zváros, szóval szerintem ezeket akarom, aztán majd még e, meglátjuk, hogy mi mindenről. Szóval kezdjük az Airbnb-vel, mint a legfrissebb dologgal, hogy szerintem mind a két félnek vannak abszolút méltányolható e, érvei, Szerintem, aki azt mondja, hogy neki ne csapodják az ajtókat, ne hangoskodjanak, bár nem vagyok benne biztos, hogy minden Airbnb lakó vadbarom, azt is meg lehet érteni, de hát egy más funkciójú épületbe ne legyen ilyen. Meg azt is, aki azt mondja, hogy ez egy legális üzlet, az esetben sok-sok millió forintot tett bele ebbe az üzletbe, hol vannak itt a kiszámítható viszonyok, hogyha így el lehet venni tőle ennek a beruházásnak az értékét vagy értelmét legalábbis, az értékét nem is. Jó reggelt kívánok és köszönöm a meghívást és ez, ez tényleg egy nagyon komplex kérdés és uh amire talán büszke vagyok ebben az egész szavazási folyamatban, az az, hogy az önkormányzat ezt komplex ügyként is tálalta a lakók elé. Tehát nagyon más volt ez, mint egy nemzeti konzultáció, amelyben feltesnek feltesznek egy irányított kérdést, amit aztán átámasztanak három darab fals érvel, hanem mi például a Terézvárosi Postaládákba bedobtunk 29 ezer példány számban ugye, egy olyan kiadványt, amelyben a pro és kontra érvek is benne voltak, mert ahogy ön is mondja, ez ez valóban egy összetett kérdés, és vannak előnyei, és vannak hátrányai. De egy turista, még ha egyébként nem is egy, hogy mondjam, buli turista, és nem azért érkezik, hogy szétverje a lakást meg a társasházat, akkor is talán mindannyian tudjuk, meg érezzük, hogyha, hogyha elmegyünk a, a, nyaralóba, elmegyünk a Balatonra, vagy éppen a tengerpartra, akkor egy kicsit mi is elengedjük magunkat, csak tovább maradunk fent, mondjuk. Lehet, hogy mi éjjel kettőig egyik maradunk fent, amúgy pedig már az ember lefekszik tíz órakor. Egyszerűen más életritmusban Élnek a turisták, mint azok, akik ezekben a házakban hosszú távon berendezkedtek. Ugye ez egy komoly probléma. Ahogyan azért azt sem szabad elfelejteni, persze, hogy a lakhatás tekintetében az a több ezer lakás, ami kiesik az ingatlan piacról, az bizony az albérletárak emelkedését okozza, és Terézvárosban és a belvárosi kerületekben is fogy a lakosság. Hát a 2000-es években 44 ezeren, 45 ezeren laktunk itt, most 35 ezeren. Ezek a egy, egész, egész Budapestnek fogy a lakossága, sőt, egész Magyarországnak fogy a lakossága. A külső kerületeknek egyébként kevésbé jóval, illetve az agglomerációban nő kifejezetten. A okay. Pest megyében ugye igen, nő, és pont a Budapestről kiköltözők hát, miatt igen. Sajnos. És ehhez, ez, egy, ez egy komoly téma megint csak, hogy, hogy mit kell tennünk azért, hogy ez ne így legyen, mondjuk a belvárosnak az élhetőbb tétele, és említette ön is, hogy, hogy mondjuk hogyan lehet fásítani, hogyan lehet zöldet, hogyan lehet több játszóteret, hogyan lehet, ebben is van feladatunk szerintem. Az Airbnb csak egy aspektus, és, és igen, a, a, a próérvekről is az éresség szó, az, hogy nekünk 670 millió forint ifa bevételünk volt belőle, az egy ez nagyon forgalmi a, Ez a kurtax, az idegen forgalmi. Bocsánat, igen, igen, adó, igen. És ez, ez, ez komoly összeg. Uh, és ezért gondoltam azt, én is személyesen, hogy híve egyébként a demokráciában, mint olyanban, közösségként bölcsebbek vagyunk, hogyha minden információt megkap mindenki. És ez döntötték a lakók, ugye ez az 54%-kal, miért fogjuk végrehajtani? Hát ö, okosabbak vagyunk, vagy vannak ilyen tényezők is mondják, hogy a faktor az egy ilyen szavazásnál is lehet, hogy benne van, nem biztos a dologba. De azért itt mondjuk hogy a Budapest 23 kerületéből vagy mondjuk csak négy vagy öt, ami igazán számít. Kitiltják az Airbnb-t, az valószínűleg úgy nem nagyon érinteni fogja Budapest turizmusát, de olyan nagyon nem. De ha mindenkit kerül belső kerületből kitiltanák, akkor azt szerintem egy baromi nagy pénzvesztesség lenne Budapestnek vagy egész Magyarországnak. Tehát, ha egy kerület csinálja meg, ez kicsit olyan, mint valamelyik mixát novellában szerepel egy folyóparti település, aki el embereket, és hogyha a víz kisodorna egy vízi hullát, akkor azt ilyen hosszú botokkal visszaalökték a vízbe, hogy a szomszéd faluba jöjjön ki, nekik legyenek gondja belőlük. Tehát most tovább löktük a problémát más kerületeknek, az már legyen az ő bajuk, nálunk viszont rendebb lesz esetleg ilyen szempontból. Nyilván az én elsődleges lojalitásom az a terézvárosiakhoz köt, és a másodlagos a budapestiekhez természetesen. Bár a feleségemet meg kellett volna kérdeznem erről. De igen, nyilván az első. De, de azt gondolom, hogy alapvetően ez valószínűleg azzal is jár, hogy más kerületek is elgondolkoznak erről a témáról. De hadd hozzá azt, hogy pénzt említett, hogy azért vannak más aspektusok is. Ugye beszéltünk már a közösségi be nem tartó turistákról, ami előfordulhat, de hogyha kicsit nagyobban és globálisabban gondolkodunk, akkor az látszik, hogy 2024-re a túlturizmus, ugye angol szakifejezés az overtourism, ez, ez, nagyon sok helyen, sok európai fővárosban megjelent, ami, ami ahhoz vezet, hogy kiürülnek a belvárosok, és ami egyébként brutális, légszennyezettséget is okoz, és nem csak helyben, hanem mondjuk a repülőgépek, az olcsó repülőgépjáratok miatt. Ö nem tudom, hogy a világunknak, a környezetünknek, és most, amikor azt látjuk, hogy milyen árvizek vannak, milyen esőzések, és a nyáron pedig milyen 40x fokok voltak, akkor egyébként nem biztos, hogy egészséges az, hogy, hogy ennyit tudunk turistáskodni. És ezt tudom, hogy rosszul hangzik meg ilyen, ilyen ha nem is társadalom mérnökösködésnek, de mégiscsak valami hasonló, hogy, hogy miért akarjuk mi korlátozni a piacot, meg, de nem biztos, hogy jó, hogy ennyire kizsigereljük a bolygunkat, mondjuk akár ezzel is. Hát nem biztos, hogy jó, de valószínűleg azért sokan szomorúak lennénk, hogyha igen, megértem, persze ne egyél marha úst, azt is értem, hogy miért ne, de aztán meg, meg, mégis mégiscsak. Én elég sokat laktam, mondjuk nyilván nem Budapesten, Airbnb-ben, szerintem egy marha jó találmány, euh, és viszonylag keveset hangoskodtam, mert rá egy albérlő is tud hangoskodni, és meg egy fő, sőt, tovább megyek egy főbérlő. Abszolút tud, abszolút tud és, és én sem akarok képmutató lenni, mert amikor én külföldre megyek, vagy egyébként akár Magyarországon belül, nem a sokszor szállok meg én is Airbnb-be. Csak szerintem az a fontos, hogy döntéshozóként én nem, ar, nem, nem, szabad, hogy csak arra gondoljak, hogy nekem mi a jó, meg mi a kényelmes, hanem ugye van egy, egybe egy kisebb kontextus, az, az Terézváros, egy közepes, az Budapest, aztán van egy Magyarország, meg van egy Európa, meg van egy világ. És az amikor az ember politizálni akar, akkor szerintem ezeket is érdemes figyelembe venni, a nagyobb érdekeket, és a, a sajátja azt tényleg eltörpül ezekhez képest. Mondta, hogy 670 millió forint közvetlen adó ki, de el tudom képzelni, hogy egy turista, még az is, aki a, azt sem biztos, hogy mindig igaz, hogy a szállodáknál olcsóbb ez egyébként, mert jó, nyilván van a ricnél olcsóbb, de hogy hát egy más a költési szerkezete annak, aki turista, mint aki itt lakik. Tehát nyilván ez magával ránt egy csomó kávézó, pékség, kocsma, mit tudom én, divat, üzlet, nekissáltal, nem is a megsz akár a megszűnését is, de a for jelentős forgalom csökkentését is. Ez így van, szerintem is. Tehát hát valószínűleg a helyi vállalkozás struktúra az kicsit meg kell, hogy változzék, de azért azt ne felejtsük el, hogy mondjuk január-februárban, február amelyek a leggyengébb hónapok turizmus szempontjából, azok az emberek, akik beköltöznének ide, ők itt vannak élni. És nem tudom, szerintem többet jár valószínűleg egy helyi de nem vagyok szakértője a témának, egy helyi fodrászhoz, manikűröshöz, nem tudom, varrónőhöz. Vannak olyan szolgáltatások, amelyeket gyakran veszünk mi, akik itt élünk igénybe. És ezek meg fel fognak futni. Lehet, hogy kettővel kevesebb kézműves pékség lesz. Én sajnálom ezt nyilván, de bár nem járok ilyen helyekre, de sajnálom őket nyilván, viszont viszont, viszont azt gondolom, hogy valószínűleg lesznek más vállalkozások. ez, ez itt volt élet a 2000 években, és nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik, én itt éltem. azért néha ilyen apokaliptikus képet festenek fel az Airbnb üzemeltetők, érdekvédelmi szervezete is. Én azért annyira nem aggódom attól, hogy Terézvárosban ne lennének turisták, még az operában ne jönne senki, vagy Andrássy útra ne jönne senki. Biztos, hogy jön csak abból kevés, abból az operáznak lesz Haszna, és nem a kerületnek, és más, hogy a Szondi utcából sétál át valaki az operába, vagy a nem tudom én melyik, De már most már az opera jegyek olyan drágák, hogy aki oda sétál, aznak már van pénze. Még egyet szoktak mondani, aztán lépjünk tovább, hogy azért a turistáknak, vagy az Airbnb-ben lakóknak általában nincs autójuk, vagy nem autóval jönnek ide, ellenben a lakók azok autóval érkeznek, vagy van autójuk. Ez egy, ez egy valódi probléma problémafeleltés, és, és, és tök fontos, hogy ezekről a problémákról beszéljünk. Például kampány során is előjött, és ennek örültem, mert azt szerettem volna, hogyha a terézvárosiak mindennek a tudatában döntenek. És valóban, ez, 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 ez én sem tudok vitatkozni, valószínűleg többen rendelkeznek autóval azok közül, akik beköltöznek, mint azok, akik mondjuk ideérkeznek rövid távra. Viszont azért az elmúlt években elkezdtünk egy folyamatot, amelynek a célja az, hogy rávegyük az embereket, hogy bizony kevésbé kell autóval járni. Uh, ennek uh, ez, ez egyszerűen a városunk túlélése miatt egy, 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 egy szükség. Uh, persze próbáljuk támogatni a helyi autósokat, hogy tudjanak parkolni, mondjuk lakos, kizárólagos lakossági várakozóhelyekkel, de az, amit például a Pikó Andrásék megléptek a nyolcadik kerületben, nagyon bátran teszem hozzá, és megemelték a lakossági várakozási díjakat, ez nem titok, hogy mi is meg fogjuk tenni, ahogyan azt hiszem, most nem akarok másokat berángatni ebbe, de úgy emlékszem, hogy talán Baranyi Krisztinának is volt ilyen nyilatkozata, a 11. kerületben is megemelték ezt. Tehát az, hogy a közterület az pénzbe kerül, és az, hogy én nekem legyen egy autó, az bizony pénzbe kerül ilyen szempontból, azt szerintem tudatos kell az emberekben. Tehát én bízom benne, hogy aki beköltözik, ő már azzal tudattal fog idejönni, hogy hát itt nem lesz nekem könnyű parkolni, ha nincsen saját garázsom. Már pedig gondolom, itt a kerületi lakások döntő többsége, ez nincs saját lakás. A, barázs. Így van, így van. Egyébként ugye a, nem titok, a Klubrádió 6. kerületben van, itt a Bencor utcában, itt is sorra jelölték ki a csak lakók parkolhatnak a szemestétől reggelig. Uh, Hát ez egy érdekes dolog. Nyilván a, értem, hogy a lakóknak kell kedvezni, mert végén ők szavaznak. Meg ők élnek itt, egy, valamennyire igen, a politikus, meg, a, meg a, a, helyi politikus mindig előnyben fogja őket részesíteni. Tudom, hogy ez is például ezen a környéken is konfliktust okozott ezek a helyek, de ugye a nappal ide parkolhat bárki, tehát este, este 6-tól reggel 7 nem lehet. Tehát akik dolgoznak itt, és nyilván aki korán érkezik, persze a klubrádióban ők nem, talán nehezebb, de hogy alapvetően tudnak ők is parkolni. Ja, igen, hiszen napközben lehet. Napközben lehet ezeken a helyeken is parkolni természetesen, igen. Hát annál is inkább ez fontos, meg gondolom ők hozzák a bevételt. Így van, egy kicsit az adó struktúrája az önkormányzatoknak furcsa, főleg a kerületeknek, hiszen mondjuk az, hogy a, ha a 16. kerületben nyílik egy új, nem tudom, hogy extrémet mondjak, meg lehet, de atomerőmű, abból nekünk is lenne például hiba bevételünk, mert hogy így van rossz a helyi mm -hmm. iparüzési adó. Uh, viszont a IFA, idegenforgalmi adó, az például csak a helyi, uh, helyi lesz a miénk. Az építményadóból szintén a helyi a miénk. Építményadót fizet mondjuk egy bevásárlóközpont, vagy éppen egy, egy Airbnb is. Viszont még erre a témára icipicit visszatérve, vagy ezzel kapcsolatos problémákra, én azt gondolom, hogy azért ösztönzőkről beszélünk, akkor, akkor az, ugye van a répa, meg a, meg a, korbás, vagy az ostor, nyilván a, az előbbivel is kell élni. Mi például szeretnénk azt, hogy a hosszú távra adnák ki az emberek a lakásaikat, és ezért aztán az építményadónkat csökkenteni fogjuk ennek a vonatkozásában, várhatóan 50 kal tehát megfelezzük a, a, a hosszú távú albéletekre vonatkozó építményadót, hogy ezzel is kitelősegítsük azt, hogy ide hosszú távra költözzenek be emberek. Soproni Tamás, Terézvárosi polgármester a vendégünk. Azért is merem öntől kérdezni, mert mint momentumos politikus nyilván van vélemény arról, hogy rendezzene Budapest olimpiát, vagy sem. A mai műsorban is beszéltünk például Hatházi Ákossal is erről, aki egy felmérést ismertetett, amely szerint a budapestiek nagyobb része nem támogatja támogatná az olimpia megrendezését, de hogyha kis, egészen kis és távoli településeket is beleveszünk, akkor ők persze határozottan többségben azt mondanák, hogy legyen csak Pesten olimpia. Szóval mit gondol, róla, hogy mennyire valós veszély egyrészt, hogy 36-ra Magyarországban mi olimpiát pályázna, vagy meg lehetne csinálni? Nem vagyok szakértő a témának, de ha jól tudom, akkor egyébként az, a kontinensek közötti helyszínváltogatások miatt sem nagyon reális ez az, az opció, és az is meglep, hogy a kis településeken esetleg jobban támogatják ezt, hiszen Lássuk be, hogy az ő adóforintjaikból is uh, épülnének azok az is elemek, amelyek szükségesek ehhez. És én tökörültem volna annak, hogyha mondjuk úgy kezdjük el az olimpiára való felkészülést, hogy a Ferihegyi vasút megépül, uh, vagy éppen egy leágazás. Vagy esetleg csak a, megcsinálnák az aszfaltot a gyorsforgalmi úton. Azt is, már ez hiszem, is nagyon, mert... szép, nagyon szép fejlődés lenne. Igen, tehát azt hiszem, hogy vannak még olyan előfeltételek, amelyek egy olimpiához szükségesek lennének. Uh, én én, én, nagy sportrajongó vagyok, uh, elsősorban fotbal, uh, és ebben a tekintetben is azonban szeretném hangsúlyozni azt, amit az Airbnb kérdésében is mondtam, hogy a saját érdekeimet érdemes döntéshozóként, meg politikusként a háttérbe szorítani. Hiába örülnék én valaminek, szerintem, ahogyan szokás mondani a, az internetes uh, fórumokon is, hogy egy, egy, normális keddet szervezzünk meg, és aztán majd egy olimpián gondolkozzunk el. Uh, nem nagyon sikerül ez a normális kedd, én azt látom. Igen, hát lehet, hogy ez nem egy valós veszély, de ijeszgetésre jó. Bár Budapesten annyi stadion épült az elmúlt években és a környékén, hogy azt szokták mondani, hogy szinte már ez a típusú infrastruktúra része, hogy nyilván sok minden más is keze, például szállások is kell lennének hozzá, már szinte meg is vannak. Hát igen, ezek megvannak, ezért, ezért vagy bosszús egyébként, mert én persze nagyon örülök, mert szerintem mondjuk egy Puskás stadionra szükség volt. Tehát, hogy a nemzetnek legyen egy stadionja, az arra abszolút szükség volt. Az már vitatkoznék, hogy mondjuk, és ez nem Budapest, de mondjuk Szombathelynek, akik ugye ezzel most szenvednek is, miért kellett egy stadiont építeni. Üh, viszont, viszont, hogy azok az infrastruktúrális elemek, amelyek amelyek amíg a mindennapjainkat is fejlesztették volna, mondjuk a közlekedésünkben, mondjuk egy metró, egy másik metrójárat, vagy metróvonal, az miért nem épült meg? Azért nem, mert politikai okból ugye a kormány nem nagyon szereti a fővárosi vezetést, és ez meg tök szomorú, pedig ezéként, és ez is nagyon bosszantó, hogy, hogy, hogy a saját érdekük nek is megfelelt volna az, ha mondjuk az elővárosi közlekedés, vasúti közlekedést fejlesztik. Mert az M agglomerációban élőknek is, ahol egyébként azt hiszem, hogy többségben vannak talán a fideszesek, fidesz szavazók, nekik is jöhet volna, az autós közlekedést ugye visszaszorítja valamelyes, hiszen egy kényelmes vasút közlekedés az szuper mindenkinek, és, 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 még hogyha nagyon szeretnék lopni, is tudtak volna belőle valószínűleg. Tehát, hogy még ezt az érdeküket is. Jaj, uh, uh, és, nem olyanok, és, ugyan már. És nem ez történik, hanem valamiért olyan dolgokat építenek, amik, amik, nem annyira hasznosak közösségünk számára. Tehát ez, ez teljes csalódás, és te, egyébként teljes kormányzó mutatja. Mennyire érzi, mint kerületi polgármester ezt a főváros kormány ellentétet? Szóval mennyire határozza ez meg a, az önök lehetőségeit, vagy, mozgást mozgásterét? Van konkrét példám is a kerületből is, de nyilván a fővárosi önkormányzat és Karácsony Gergelynek a kapcsolata az még jóval terheltebb ilyen szempontból a kormánya, hiszen ő egy politikai kihívó, én azért, hála Istennek, talán Orbán Viktor nem tekint engem kihívónak, viszont a kerületben is érezzük, és főleg, főleg olyan apróságokban, amik, amik tényleg különösen bosszantóak, mert, mert a közösség érdekét szolgálják, és mondjuk Fidesz szavazók érdekét is szolgálják. Hadd mondjuk egy példát, ugye a, talán sokan látják, akik Budapesten járnak, e, nyilván a, azokat a telefonfülkéket, amelyek most már teljesen le vannak rohadva, karbantartják e, karban tartják nagyjából őket, de sokban nincs is telefon, mint olyan, tehát a fülkében nincsen használható telefon. Nyilván senki nem használja már ezeket, és mi próbáltunk egy olyan rendeletet alkotni helyben, amivel előírtuk azt a üzemeltetőnek, hogy ezen ezen erre nem helyezhet reklámot, mert ugye hát a reklámbevételek azért ezekből is befolynak, abban a, a telefonfülkéből is, amiben nincsen telefon. <coughs> é, és előírtuk, hogy takarítsa és kar tartsa karban. És ezt meghoztuk ezt a rendeletet, és néhány hónap múlva, ahelyett, hogy ezek megtörténtek volna, a kormány irányában nyilván lobbizott valaki, azt nem tudom, hogy kicsoda, de hát nyilván nagy cégek, és, és előírták, hogy az önkormányzatok nem korlátozhatják ebben a tekintetben a, a városképet, a településképet. Szóval, hogy ez ilyen abszolút nonsens, hogy ez, ez, nem is, ez nem is nemzet érdek, nem a jobb oldal, meg bal oldal ütközete, hanem ez, a, ez tulajdonképpen a már bocsánat, de céges lobby versus az emberek érdeke. De bocsánat, az miért zavarja az embereket, ha van egy nem tudom, milyen hirdetés a telefonfülkén? Um, tud olyan tud, plakát lenni, ami zavarja, ez, értem én azt, csak mint elvével kérdezem inkább. Az a, hogy milyen feltételezésem nekem, hogy a, a, mondjuk a telefonfőkéket üzemeltető cégek, vagy cég is motiváltabb lenne abban, hogy ezeknek ne kelljen ott állnia, hogyha nem lenne be -be bevétele. De ez ami törvény előírás, még mint megmaradt a hát pontosan, hogy volt, fent kell tartani, nem tudom, iránylakosonként lakosonként telefon. Pontosan, és mi leveleztünk is a kormányja, hogy figyelj már, ez nonsens tényleg, tehát hogy, hogy gondoljátok már végig, hogy lehet, lehessen kevesebb például, és nyilván azért nem akarják, mert ez egy felület, amit amit reklámként lehet használni. Nekem ez a gyanúm. Uh, nem az tudom ezt az... bizonyítani, de, de uh, elég valószínű, hogy a pénz az, az, az sokszor diktál. És sok ilyen eset volt, amikor mi egyébként jót akarunk, mondjuk a, a Podmonécki parkot, van a nyugati mellett egy nagy terület, Rostaövezet, mi vállaltuk volna, hogy parkot hozunk létre, egyeztettünk uh, uh, államtitkárral, uh, ugye Lázár János minisztériumából, először együttműködőek voltak, aztán amikor közeledett a választás, jöttek, hogy inkább akkor kinevezik miniszteri biztosnak azt a Kovács Balázs Norbertet, aki egyébként nálunk nálunk Terézvárosi polgármesteréről volt, a Fidesz részéről, és akkor nyilván megszűntek a kapcsolatok. Tehát ez, ez olyan rossz, hogy nem a helyi érdeknek megfelelően, meg nem a közös érdeknek megfelelően tudunk dolgozni, hanem csak a politika számít sokszor. Uh... Hát és hogy ilyen primitíven van felfogva a politika. Tehát hogyha ilyen. nem engedjük, hogy parkot építsenek, mert nem a mi emberünk ott a polgármester, és akkor biztos ezzel az embereket átállítjuk. De hát ugye ez Budapesten nem jött be, hiszen a Fidesz itt mindig rosszul szerepelt, relatíve persze, de rosszabbul szerepelt, tehát ez a keménykedés, a politikai hasznot nem látszik meghozni. Hát talán a főpolgármester esetében azért igen. Most nem is olyan politikai hasznot, hogy a Fideszes jelölt Ment, hogy te lehetél fideszes Mely, Melyik fideszes Igen, igen ő, ő nem volt sikeres, de azért a végén engem megdöbbentett az eredmény. Tehát az, hogy ennyire közel volt a kettő, az, az azt jelenti, hogy valószínűleg az ellenzéki szavazókat is sikerült meggyőzni arról némi kép, hogy Karácsony Gergely alkalmatlan, ami egyébként nem igaz, és ami, ami, ami egy mocskos lejáratás, mert hogyha megszorítom addig a másiknak a lehetőségeit, hogy ő, hogy ő nyilván nehezen tud mondjuk fejlesztéseket végigvinni, hogy nehezen tud akár a szociális területre belépni fő első önkormányzatként, akkor, akkor nyilván az ő adottságai azok, azok lesznek, és, és el tudom róla jobban hitetni a propagandával, hogy mennyire alkalmatlan. Tehát ez sajnálatos. A következő nagy kérdés az lesz, hogy a fővárosi közgyűlés miképp tud működni. Korábban bár ez is mindig változik, de egyel előbbre visszamegyünk, akkor ott ugye a kerületi polgármesterek alkották a fővárosi közgyűlést, illetve ilyen kompenzációs listából még jöttek be emberek, tehát a polgármesteri tisztséget nem eredményező szavazatokat valahogyan szétosztották, de praktikusan polgármesterek, a kerületi polgármesterek adták a zömét a fővárosi közgyűlésnek. Most egy tisztálistás választás volt. Ennek hatására például a Tiszapárt egy elég szép csapatot tudott bevinni, mint új szereplő a fővárosi közgyűlésbe. Hogy fog ez működni, mit gondol? Igen, érdekes, hogy a Fidesz változtatta meg először úgy a törvényt, hogy a polgármesterek hülyenek be, aztán amikor az az érdeke volt, hogy mégse, akkor, akkor megváltoztatta a másik irányba. Bocs, és kiderült, hogy ez, sem jött, ez nem jött be neki, mert mondjuk, hogyha így marad, mind, úgy marad, mint előtte volt, akkor, akkor nincs benne tiszta párti képviselő nagy valószínűséggel, vagy egy-két polgármesterséget elvittek volna, tehát tulajdonképpen a bumeráng jól fejbe vágta őket. Igen, de a, a karácsony főpolgármester úrnak is rosszabb. Igen, őt is. Igen, hogy, hogy legalább Igen. neki is rosszabb. Igen. Ez, ez Igen, a Fidesz... De a fidesznek se jó. <laughs> Igen, a fidesznek se jó, de legalább a, a főpolgármesternek is rosszabb. Én ugye csak az előző rendszerben szocializálódtam a közgyűlési rendszerben, amit én nagyon, uh, hogy mondjam, egy, egy, egy sokkal kompromisszumkészebb uh, uh, környezetnek gondoltam. Tehát én azt láttam, hogy, vagy, hogy, 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 mondjuk engem érdekel az, hogy egy fiteszes polgármester feláll, és ő relevánsat általában relevánsan fog hozzászólni, szakmailag felkészült el, látszik, hogy ő egy kerületet vezet. Nyilván volt, hogy origó cikket olvasott fel Wintermantel Zsolt, abban a minőségben olvasott fel a felszólásokat. Hát ez, ez szép dolog, hogy látjuk, hogy tud szépen olvasni. Igen, abszolút, de mondjuk hogy említsek, egy Kovács Péterre vagy egy Pokorni Zoltánra, odafigyeltem, amikor ő beszélt, mert tudott olyat mondani, ami, ami, ami tényleg a, a főváros ö, érdekét is ö, szolgálhatta. És, és, és ez nem egy politikai, a klasszikus értelmevet politikai közeg volt, hanem egy város politikai közeg, sokkal inkább. Uh, és, és most azt látom, hogy még el sem kezdődött egyébként a ciklus, ügye, tehát még van két hetünk, és ehhez képest már most olyan dolgokról van csak szó, hogy kikit nem szavaz meg, uh, és, és már bocsánat, de aki kis Ambrus támadja, aki nem is tudom miért az MSP-s múltja miatt a 2000-es évekből, vagy nonsense, aki, aki a a víz felszíne felett tartotta ennek a fővárosnak a pénzügyeit, vagy aki azt a Walter Katalint támadja a BKK vezérigazgatóját, mindenféle nevetséges prémiumok miatt ugye a főpolgármestert, de azt a Walter Katalint, aki egyébként szerintem a, a lehetőséghez képest is messze túlmenően tudta fejleszteni a, a, főváros közlekedését. Szóval, hogy ez, ez méltatlan. Ez méltatlan. És mondjuk én, nekem ez kifejezetten csalódás vitézi Dávidban személyesen, akit én egy szakmai embernek gondoltam, de bement a politikai közegbe, és rögtön a, nem tudom, a sarat így magára kentve, és most már ő is boldogan kiabál mindenféle rútat. Szóval ez nekem csalódás, és nem tudom, mi lesz a vége. Én nem irigylem a főpolgármester urat. Hát igen, mert ugye a működésképtelenné az amúgy is nehezen működő fővárost viszonylag könnyű tenni. Nagyon. Nagyon. Mert ezt se szavazzuk meg, azt se, nem lesz költségvetés, akármi, és akkor és mindig lesz kifogás, hogy miért nem. Mert mi nem szavazunk a Fidesztől együtt, mert mi nem szavazunk a DK-val együtt, nekünk mindenki büdös, vagy éppen mi nem szavazunk a Tiszával együtt, most nyilván nem mindenkit lehet mondani, mert mindenki azt akarja, tehát már akarja tolni Karácsony Gergelyre, hogy a másik van vele koalícióban, ami nonsens, mert hogy mondjam, nekem tök mindenki van a koalícióban, ha budapestiek érdekét nézi. Mint egyszerűen budapesti választó is mondom, úgyhogy ez nagyon aggaszt, őszintén szóval polgármesterként is. Mondjuk nyilván sokféle budapesti érdek van, vagy az Airbnb-t hoztuk példának, ugye már budapesti a lakáskiadó is, meg az is, akit zavarra csapkodják a szomszédba az ajtód, mind a kettőnek van érdeke, és más. Hát nyilván egy bonyolultabb ügyben, aztán még, még bonyolultabb. Ez az, 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 hogy még fel legyen újítva egy metróvonal, vagy az, hogy egy e, hogy utcáink rendben legyenek, azért azt szerintem mindenki. Lehet Tehát, hogy e, e, Azért is kell azért felújítást csinálni, hogy Mészárosnak legyen uh, munkája. Akár. Akár a Fideszes érdek még itt is szólhat egyébként. Nem. Uh, főleg úgy, hogy azért az elmúlt években az építőipar, ha jól értem, akkor valamelyest visszaesett, hiszen megrendelések száma csökkent. Úgyhogy... Uh, Úgyhogy alapvetően igen, ez egy, ez is egy fontos érdek lehet a Fidesz szempontjából, de én inkább abban indulnék ki, hogy, hogy, akik bekerülnek azért a közgyűlésbe, fővárosi képviselők, nekik kell lenniük egy, egy felelősségérzetüknek abban az irányban, hogy egyáltalán valamennyire működjön ez a, ez a fővárosi önkormányzat. Igen, mert valószínűleg az politikai erőnek az se jó, ha ráégne, hogy miatta nem működnek a dolgok, de hát valószínűleg ezt majd ügyesen meg propagandával ide-oda kenegetik. Hát igen, nem is a Fideszes képviselő gondolok elsősorban, de mondjuk Tisza pártiakra, uh, MKKP-sokra, mondjuk bennük van bizalmam abszolút, tehát akik ott bekerültek, ők, ők, ők bennük biztos, uh, hogy van ennyi felelősségérzet, de hát bekerültek DK-s, párbeszédes képviselők is, nyilván nekik is, de hát a, a, a Vitézi, azt hiszem neki két embere van, saját magával együtt, és van egy lmp bent, tehát hogy én, én az ő részükről is elvárnék egyfajta ilyen felelősségérzetet. meglátjuk rövidesen, hogy hogy fog ez működni. Ugye október 1-től vannak formailag az új önkormányzatok, ami nyilván több kerületben, vagy több önkormányzatnál, ahol változás történt, érdekes szituációkat hozhatott. Mondjuk a Terézvárosban önöknél valószínűleg nem volt annyira izgalmas azért, vagy nem annyira izgalmas ez a dolog. Visszatérhetünk még kerületi ügyekre. Azt látom, hogy sok, vagy több vagy sok próbálkozás van, hogy minél nagyobb zöld területeket kialakítani, de hát ezek azért pici dolgok, mert az, hogy a parkolók előtt még egy sor tehát ez tök jó, meg nekem ez nagyon tetszik, meg itt van egy-két jó utca, mondjuk a Bencúr is ilyen, ilyen klasszikus régi utca, de hát azért sok ilyen lehetőséget ezek a budapesti belső kerületek, hatodik, hetedik, biztos, hogy ötödik, nem kínál, hogy érdemben nagyobb zöld felületeket csináljanak, hogy parkosabb legyen a dolog. Nem, nagyon sok helyen egyáltalán nem lehet valóban. Nekünk az a az a, az a feladatunk, hogy megpróbáljuk a lehetetlen sok tekintetben. De sokra azt mondták, még a Csengeri utcában, ahol sikerült egy egész fasort létrehoznunk, ott is azt mondták korábban, hogy nem lehet. És igaz, hogy át kell helyeznünk a, a közműveket, igaz, hogy, hogy drágább miatt mondjuk egy beruházás, de meg lehet csinálni a legtöbb esetben. És megint csak azt mondom, a legtöbb esetben, mert, mert, mert persze vannak olyan szakaszok, ahol nem. De azt vettem észre egyébként, hogy, hogy még a kisebb, apró beavatkozások, mondjuk mondjuk azokon a környékeken, ahol, ahol egy keresztülődést kiemelünk, és legalább annak a környékén néhány bokrot, cserjét el tudunk helyezni, az is azért a szemnek, az embernek egy kicsit természetesebbé teszi a környezetet, és, és szerintem ez a fontos, a, én ezt az urbanisztikai szemléletet követem, hogy próbáljunk meg egy, egy picit visszamenni a, a, a természethez, a környezethez, tehát például sokan kritizálják a térkövet, én nem. A térkő az egy fokkal jobb, mint az aszfalt. Nem sokkal? Egy fokkal jobb, mint az aszfalt, mert az emberben mégis felidézi azt, hogy ez egy kő. Azt mondta talán a budapesti főépítés, hogy a térkő nagyon jó lenne. Például, mert az esővíz le tud szivárogni a, a földbe, ha nem úgy építenék a legtöbb helyen, hogy egy vízzáró réteget tesznek alá, és amitől aztán soha nem folyik le ott se a víz. Például, Például ebben is jobb tud lenni, hogyha ezt jól, jól valóban jól konstruálják meg. De, de ezek a kis apró zöld felületek is tényleg a szemnek szerintem valamennyit segítenek, és nagyon sok ilyen hely van, most egyébként pont a Bencúr és a Bajza kereszteződése, ami egy, amit én sosem értettem. Ez ott a Gorki, olyan fasor. Ö, nem, ha, a fasor. nem, a Bencúrnak és a Bajzának. Ja, a Bencúrnak és a, a Bajzának, igen, ociának, bocsánat. igen, a ott a kínai követség Akkor, van, igen, a kínai, oda jártam óvodába, ó, tudom, persze. Na, az autósok ugye elég sebesen haladnak az Andrási út felé, itt ez is ki lesz emelve például azért, hogy, hogy a, a gyalogosoknak kedvezünk kép. Tehát, hogy sok a, a zöld fejlesztés mellett, szerintem az, hogy a gyalogosok kicsit koncentrálunk, és az ő érdekeiket is egy picit megpróbáljuk legalábbis azonos szintre hozni a más közlekedési eszközöket használóik, használókkal, az egy fontos szempont, és ez, ez megjelenik szerintem sok beváros kerületben, 13. kerületben, Újlipótvárosban is a, a kiemelt keresztődések például, ez, ez, ez ugyanolyan fontos legalább. A... olyan kiemelt, azt jelenti, hogy megemelkedik, tehát szintből kiemelkedik. Mintha egy nagy fekvőrendőr lenne tulajdonképpen, igen, hogy lassítson az autós a saját autójának a védelme érdekében. Igen. Aha, és akkor a gyalogosoknak nem kell teli torokból rohanniuk át. Vagy így van, mert nem kell, ugye nem kell szintet, szintkülönbséget megtenni. Tehát nem kell lelépni a járdáról, nem kell fellépni hmm. a járdára. Ez különösen a, a mozgásukban korlátozottak, nemzetben mozgók, igen, babakocsisok, és így tovább nekik fontos. És, és tudom, hogy van egy ilyen autós üldözés hogy mondjam, üzenete, vagy ezzel sokan vádolnak, de valójában nem. Valójában arról van szó, hogy, hogy mindenki, akinek az adott közlekedési eszköz tudja használni, az közlekedhessen, és az autósok érdek és szerintem az, hogy hogy normálisan és biztonságosan közlekedhessenek. Most nem akarok utcaneveket sorolni, mert nyilván a, a rádió hallgatottság az szerencsére a részvároson, és nem akarok untatni senkit, de hogy nagyon sok olyan keresztülésünk van, ahol például hetente vagy két hetente van baleset, és sosem értettem, hogy, hogy, hogy itt miért nem kezd valamit mondjuk a korábbi vezetés, vagy, vagy, vagy más városvezetők, akár más kerületekben, és, és ez tényleg az autósok érdeke is szerintem, hogy biztonságosabbá tegyük az útjainkat. Másrészt hát ezt már sok nagyvárosba bele kellett törődnie az autósoknak, és azt ország Budapest sem új, ha úszhatja meg, hogy van korlátja az autós közlekedésnek. És tehát egyszerűen egy bizonyos mennyiségénél több autó Bármit csinálsz a fejed tetejére, az akkor se fog elférni, és akkor se tud könnyedén siklani a zöld hullámban, mert, mert nincs annyi hely. Aztán főleg Budapesten, ahol belső kerületekben pláne nagyon keskenyek az utcák, parkolóhely is kevés van éppen ezért, tehát hogy egészen más, még Bécsnél is másabb az utca szerkezete, de nyilván nehezebb egy csomó, egy csomó dolog. Igen, bár amit én sajnálok, hogy pont Béstől eltérően ott egyfajta, tele vannak a, a és, és parkolóházak, nálunk meg akárhányszor direkt nézem a belső terézvárosban, nyilván ott lenne igény erre, és üresek. Tényleg. És Biztos nem éstem, hogy miért. De, Bécsben is nagyon drága, de ott más én viszonyok vannak. Drága, de hát hogyha nincs de más, mert tele van az utca egyébként, ha. akkor miért nem mennek bele az emberek? Tényleg a drágasság valószínűleg, meg nincs kultúrája, nem, vagy nem alakult hát ki meg, ez, meg, hogy én parkolóházban. Igen, meg, meg, én sem szeretek beállni és kiállni a parkolóházban. ugye. <laughs> és utána egyszer beszorultam egyben. <laughs> azóta kétszer is meggondolom, hogy. A rossz emléke, hogy, rossz emléke, hogy, rossz emléke, hogy, hogy, beálljak -e, de igen, ez érdekes, hogyha nincs. Mert ugye nagyon sokáig azt mondták, hogy kezdetben ez volt az ígéret, mikor a parkolódiat bevezették, hogy abból a pénzből parkolóhelyek, hát nyilván parkolóházak tudnak csak létesülni, és hát relatíve keveset tudunk felsorolni, de a, tényleg nem ha ez igaz, amit mond, és biztos igaz, ez érdekes. Hát a Kertész utcában, a hetedik kerületben volt egy az automata a parkolóház, igen. amit konkrétan lebontottak, és most van, nem tudom, épül a helyén, vagy valami, valami más. Ö, pedig nagy uh, Diderdura építették meg 15 éve kb., igen. vagy 10 éve, hogy, hogy ez milyen szuper lesz, hiszen, hiszen van igény a parkolásra, hiszen sokszor ugye a, a szabálytalon állnak a parkolósok, vagy parkoló uh, helyeken, vagy éppen nem is helyeken, hétvégén, amikor tele van a belváros. Hát igen. Um említette már mondjuk a Csengeri utcát, amiben nőnek most fák, és egy kicsit jobb lesz, de hát különben egy háborús katasztrófa filmet egyik másik részében minden további nélkül lehetne forgatni, gyönyörű épületek vannak, tehát egészen csodálatosan szép épületek lehettek ezek valamikor, de hát a legtöbb, vagy sok, nagyon, és ott a környéken több utcát is említhetnénk, nagyon lepusztultak, és hát ezek gondolom most már a lakók tulajdonában vannak, akiknek nyilván nincs feltétlenül 10 és 100 millió forintjuk még együtt se arra, hogy, hogy rendbe hozzák, de hát azért mégiscsak. csak, szóval ez nem csak esztétikai probléma, hanem nyilván egy idő után biztonsági és, és egyéb probléma is. Szóval mit tud tenni az önkormányzat? Hát elő, elsősorban persze a közterületekért felelünk, és, és, van, van nem csak lakóház, ami ezt a, ezt a világháborús, vagy nem tudom, 56-os idélnek nehezen nevezhető állapotokat idézi fel. A, a bajza búcsú aluljáró például ilyen volt, ami a vasút alatt ne? megy a nyugatinál, és sosem értettem, hogy ott, ott, konkrétan horrorfilmet forgattak már. Tehát, hogy e, az, az, tényleg egy ilyen, ilyen környék volt. És aztán rájöttem, hogy miért nem csinálta meg senki előttünk, mert hogy a terület maga az a mávé volt, a, a csatornálásra, nyilván a csatornálási műveké, a világításáért a BDK felelt, a fővárosnak volt egy területe, ami, ami az övék volt közvetlenül, és nekünk is volt terézvárosi önkormányzatának is egy területe. Tehát nem is a, a, a szándék hiánya végül is, hogy senki nem ültet el ezeket a feleket. És akkor mi leültettük, és persze segített, hogy azt mondtuk, kifizetjük mondjuk a 90%-en, de, 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 hogy mégiscsak pont tegnap, tegnap jöttem arra fele egy interjúról, egy taxival jöttem arra fele, és ahogy ott megálltunk a pirosnál, láttam, hogy, hogy, hogy hétfő este, azt hiszem 8 óra környékén, itt teljesen világos, biztonságosnak tűnik, és, és legalább tíz ember jött ki éppen, és annyira üdítő volt ezt látni, hogy, hogy, hogyha tényleg normálisabbá tesszük a környezetet, akkor, akkor emberek használni fogják, és nem csak, igen. Igen, én sokat biciklizem azon át, régen is, meg most is, és tényleg nagyságrendekkel jó, de mondjuk ettől még ott maradnak a lepusztult házak ezekben az utcákban. Igen, abszolút, és, és ahogy, ahogy említette ön is, az a baj, hogy, hogy ez ugye magán e, tulajdonosok e, az összessége egy társasház többnyire, viszont mivel, hogy amúgy is egyébként mi adtuk a legtöbb pályázati pénzt egész Magyarországon, azt hiszem, társaság felújítására, de, de mivel, hogy az képet ez befolyásolja, ezért tavaly bevezettünk egy olyan homlokzat felújítási támogatási rendszert, amely tényleg extrém Valószínűleg európai mértékben is. 80%-át fizetjük ki most, tavaly és idén a homlokzat felújítási összegnek, amelynek a fele az térítendő támogatás. Tehát, hogy az egész beruházásnak a 40%-át odaadjuk, tessék, itt van, csak csinálta meg a, a, a házadat, homlokzatát, és ebből egyébként több tíz, tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy összességében. 40-50 társaság fog megújulni, ami az már nálunk is látványos tud lenni. Ez sem elég nyilván, de, de ez brutális nagy pénz is azért az önkormányzatnak. Ez nem fenntartható, azért ezt be kell látni. Tehát ezek milliárdokról van szó, szóval most két és fél milliárd környékén járunk. Tehát ez, 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 ez brutális pénz. És, és igen, amikor értékesítik a sok számára az állami vagyont a 90-es években, akkor erre nem gondolt senki. Hogy, hogy a kis pénzű embereknek szólni kéne, hogy félre kell tenni, mert tíz év múlva, meg húsz év múlva komoly problémák fognak jelentkezni, és ami még rosszabb, az valóban a veszélyessé válás. Tehát a, a tetők, elektromos hálózat, alapzat, és így tovább, meg a homlokzatuk is persze, hiszen hogyha lezárunk Le, valami. Hát volt ilyen akkor ilyen is. az. Igen, abszolút, és akkor az veszélyes. Úgyhogy úgy, ezekben. Ugye egy dolog hiányzik, az elmúlt 30 évben uh, a rendszer se óta semmilyen támogatást nem kaptak a, nem kaptak a belvárosi társasházak. Államit. Ez szerintem még cifrább történetileg a, a dolog, mert ugye ezeket az állam ingyen szerezte meg, mert államosította talán 48-ba, hagyta leromlani hát a kabarétréfák kifogyhatatlan forrása volt, hogy az IKvi meg a ezeket hagyta-hagyta-hagyta lepusztulni, és amikor már úgy nézett ki, hogy nem lehet tovább tűrni azt a lepusztultságot, ami van, akkor gyorsan eladta. Igen, és elég jó, jó áron adta. adta el, de hát mondjuk ez tényleg már olyan rég volt egy emberöltővel ezelőtt, hogy bizonyos szempontból majdnem mindegy, hogy egy másik témát megenged, mint, mint Momentum politikust kérdezem, hogy hol a pártja? Van még? Hogy lenne? Szerintem a a momentum kicsit más, mint sok párt olyan tekintetben, hogy ez egy közösség, sokkal közösségesebb. Nem mondom, hogy nincs más olyan párt, amely szintén ilyen, csak hogy nem minden párt ilyen, azt akarom ezzel hangsúlyozni. És részben a születés történetünk miatt is, hiszen ezt ugye 140 olyan fiatal alkotta meg, akik korábban szinte nem is politizáltak, egy-két kivételtől eltekintve, akik. akik Kettének az vitt bele a, a politikába, hogy, hogy új arcokat akartak ők is látni, és, és a cselekvés vágya. És ez a közösség, ez, ez erős, és megvan, de hogy, hogy, a, hogy, hogy ne kerüljem ki, ne fessek fel persze ilyen nem tudom, álomszerű képet, szerintem nagyjából március vagy április óta, mióta a Tiszapárt ilyen hével jelent meg a politikai palettán, szerintem valójában mindenki küzdik minden másik párt. És hát ebbe beleértve nyilván a, a saját pártomat is. Minden médiateret el tud vinni, és hiába nem csinál mást, mint amit mások csináltak korábban, szerintem az a, az a, az a magnetikus erő, amely, amely nyilván siker miatt, aztán még sikeresebb lesz valaki, és ez itt is megjelenik, ezzel szemben nagyon nehéz szerintem pozizálni és ezért fontos, hogy ez a közösség úgy maradjon meg, hogy egy értékrendi alapon. Tehát akkor, akkor úgy tud megmaradni szerintem minden közösség. Ha elhiszik azt a választók, hogy, 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 hogy ez a liberális párt Magyarországon, ha elhiszik az mkkp ről azt, hogy ez a nem tudom, ez is egy másik közösség, akkor akkor szerintem ezek a pártok létezhetnek például hosszú távon. Amelyik pártról ezt nem tudják elképzelni, a választók azok nem fognak. Persze, furcsa módon most a Fidesz érdeke is az lehet, hogy ezek a pártok maradjanak meg és ne el azért, hogy ne, le, megint ne jöhessen létre egy tömben egy ellenzéki erős alakulat, amelyiknek aztán lehet esélye valamit elérni még ebben a választójogi törvény meg média környezetben is. Hát fura ez persze, és, és igaz szerintem az állítás, hogy a Fidesz érdeke is ez, ugyanakkor annyiban az ország érdeke is az, hogy én nem szeretnék két párti országgyűlést, én nem szeretnék egy párti kormányzás sem. Tehát, hogy, hogyha mondjuk, én akkor lennék nyugodt, ha a legerősebb ellenzéki párt, mondjuk a Tisza párt jelenleg, megígérné azt, hogy ha, ha alkotmányozó többsége lesz, akkor, akkor egy új választási rendszert vehet be, egy nagyon széles körű társadalmi konszenzusra törekedve, vagy, vagy kompromisszumra legalább törekedve, amelyben, amelyben inkább elmegyünk egy olyan irányba, és ezt ezt szerintem elég konzekvensen állítottam az elmúlt években, mindig, amikor a politika más szintjein beszéltem, mondjuk akkor is, hogy hogy egy arányosabb választási rendszer irányában, mert a legnagyobb bűnünk szerintem, amivel magunknak okozunk kárt, az az, hogy, a, hogy sosem törekedtünk a, 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 a kompromisszumos megoldásokra a pártok között, különösen kétszer, tíz óta nem. És szerintem ez baj, szerintem ez hátráltatja valójában az országunkat, és még mélyebbre tudják ásni a politikusok a, az árkokat. Úgyhogy én akkor lennék nyugodt, szerintem szükség van az ellenzéki pártok legyenek elég színesek egyébként, legyen egy szociáldemokrata párt, legyen egy liberális párt, legyen egy konzervatív jobboldali párt, de az nem lenne egészséges, hogyha megint egy párt kormányozna Magyarországot. Igen, hát azt látjuk, hogy annak meg annak a maga veszélyei, csak hát az a jelenlegi egy párt ott túljutni, azt mégis csak láttam az elmúlt években, hogy az összefogások milyen hatásokkal működtek, de hát egy bizonyos ponton ez egy számtan, számtan feladvány lesz, nem kérdés lesz. Hát mindig így kezeltük ezt, igen, az ellenzéki pártok, hogy hogy, hogy akkor hogyan adódnak össze ezek. Uh, és nyilván most van egy nagyon erős ellenzéki párt, amely erős utoljára talán 2013 környékén volt a, a, az MSP meg az, az, az a, az a konglomeráció ott együtt, uh, a Fidesz kihívójaként. Uh, én, én azért aggodalommal figyelem ezt, mint egyszerű polgármester innen lentről, hogyha úgy tetszik, mert uh, engem mindig érdekel az, hogy egy párt mit gondol a világról. És, és én tökre kíváncsi lennék arra, hogy a párt mit gondol a világról. Mert persze lehet azt mondani, hogy legyenek szebbek, meg jobbak a kórházak, egyetértek én is ezzel. De, de engem aggaszt az, hogy néha, néha ideológiai kérdésben, értékrendi kérdésekben nincsen mondjuk mit gondolnak a szakszervezetekről, a munkavállalói jogokról, mit gondolnak az airbnb kről Egyébként például ez tökéletes, tehát hogy megszólal egy párt mondjuk ebben a kérdésben, én nem tudom, mit gondolnak erről. Ahhoz, hogy párt, el tudom képzelni, hogy semmit. Igen, és ez szerintem ez nem jó, és, és minden mert persze én is annak fogok szurkolni, hogy, hogy valaki az Orbán rendszert leváltsa, csak nekem garanciák kellenének arra, hogy és ez a garancia számomra a momentum értelemszerűen, úgyhogy én azért fogok dolgozni, hogy a momentum bejusson a következő országgyűlési választáson a parlamentbe. Hát ezen van mit dolgozni, most úgy néz ki. Egyébként egy ilyen olimpia rendezés, lehet, hogy megint jó terve, amiről kezdtük a beszélgetést, amivel beszéltünk, lehet, hogy jó jönne a momentumnak, megint lenne egy olyan témája, ami kétségkívül a sikereithez hozzájárult, mikor alakult. Kétségkívül, bár én azt gondolom, hogy, hogy ezen és tudom, jó felidézni persze a régi szép napokat, de túl kell lépni, és, és olyan értékkínálatot kell nyújtani a, a választóknak, amely őket a ma is meggyőzés nem csak a nosztalgia faktor működik. <laughs> ja, ez, a, ez a member berries, <laughs> hogy, hogy emlékezzünk vissza a régi szép nap, milyen jó volt nekünk együtt, tisztelt választópolgár. Nem, nekünk a jövőben kell egy jó ígérletet tenni, a jövőre vonatkozóan, amely vonzó. Én egyébként Terézvárosban szerintem, pont ezt tudjuk kicsit megmutatni, hogy milyen egy momentumos kormányzás, mert csak egy momentumos kormányzásról van szó, és én remélem, hogy ezzel hozzájárulok a pártomnak azért némiképp az erősödéséhez. Hozzátéve egy Terézvárosban például jóval magasabb eredményt is értünk el, jóval jobb eredményt értünk el az LP választáson is, mint bármelyik más kerületben. Uh, igen, hát a, nem csak a Budapest és a nem Budapest párt preferenciái mások, hanem az még látszik, hogy Budapesten. már vannak változások, mert pár évvel ezelőtt kigondolta volna, hogy a budai kerületek, mint a 11.-12.- mondjuk, hát nem a mai kormánypártokra fog szavazni nagy tételben, és tessék. Hát igen, és ez még egy izgalmas kérdés elő, előzővel is összevetve, hogy mi van azokkal a sikeres országgyűlési képviselőkkel, mondjuk Orosz Annával a 14. kerületben, vagy éppen Hajnal Miklóssal, vagy éppen Tordai Bencével, vagy aki egyébként jól végzik a munkájukat, szerintem tisztességesen végzik, akkor 26-ban a Tisza párt, így Budapesten mit akar mondani majd ezekkel kapcsolatban. Úgyhogy ez is egy izgalmas megoldandó feladat lesz még a, ezeknek az embereknek. Soproni, Soproni Tamásnak, Terézváros polgármesterének köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgetett velünk. Ez itt a Klub Rádió reggeli gyors műsor, amely továbbra is fog szólni akkor, hogyha önök a hallgatóink összedobják azt a pénzt a következő fél évre, amely a működéshez szükséges. Egyébként ebben a Youtube-on minket követők is csatlakozhatnak a támogatókhoz a klubradio.hu, ékezetek nélkül klubradio.hu internetes oldalon ehhez minden információ megtalálható, illetve kollégáink egyrészt elmondják a számlaszámokat, az utalás módját, a mindjárt ismertetendő telefonszámon, illetve akinek csekre van szüksége, annak azt is küldenek, és az a bizonyos telefonszáma 061 24 07 95 3, vagy 24 06 95 3. Én köszönöm szépen az egész reggeli figyelmüket. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Králkevin Kevin, Studer Balok Kármen, és a stúdióban itt velem Kemény Dániel, a szerkesztő pedig Petes Vivien volt. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Reggeli gyors, nem marad le semmiről.